Elé, hanem itt bent maradtunk a terembe, és ahogy már jeleztük a nézőknek is, hogy egy gyönyörű kiállítás van, bélyek kiállítás, és itt is van mellettem Gombos Csaba Zoltán, bélyeggyűjtő, aki egyébként a csíkcsicsói kántor is. Nem tudom, hogy melyik számít mellékállásnak, de köszöntöm és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat, és ön fog végig kalauzolni minket itt a kiállításon. Nagyon szépen köszönöm a felkérést, üdvözlöm a kedves nézőket. Igen, kántor vagyok, 4 gyerekes édesapa. A bélyeggyűjtéshoz hobbi, az gyerekkorban tanultam édesapámtól a bélyeggyűjtésnek a szakmáját, és mivel teológiát tanultam Magyarországon, Széchenyben meg Szegeden, ott végeztem a felsőfokú egyetemet. Nyilván, hogy a vallásos tematika érdekelt a legjobban, hiszen a bélyeggyűjtés az egy olyan dolog, hogy nagyon-nagyon gazdag a kínálat, és a bélyeggyűjtők le kell valamilyen szinten korlátozzák, hogy mi az, amit gyűjtenének szívesen, mert nagyon nagy a kínálat, és muszáj leszökíteni, mert nem akarom kigyűjteni az összes bélyeket a világon. Mielőtt rátérnénk arra, hogy elmondjuk, hogy mi is mostani tematika szerint fogunk körbejárni, azért ezt megkérdezném, hogy akkor édesapjától örökölte a bélyegeket és a szenvedélyt is? A szenvedély magát az biztosan, a bélyeget nem. Tehát gyerekkorban teljesen más dolgot gyűjtöttünk, Magyarország bélyegeit, meg vitorláshajókat, vagy gyerekként ugye állatokat, sportot. A vallásos tematika az később felnőttként jött be már egészen tudatosan az életemben. Teológiát tanult, amit mondottam, és nyilván a Jóisten fele való irányultság vezetett engem erre. Ez a kétes is egy vallásos tematikáról szól. Jóistenről beszélek az embereknek, bárhova elviszem, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda, akár Magyarországra is. Jóistenről beszélek a bélyegek által. Egy nagyon jó találó címet adott egy riporter hölgy, azt a beszélő bélyegek, mert ezek beszélnek. Akkor elkezdhetjük szerintem a beszéltetését is a bélyegeknek. Azt mondta ön, hogy itt kezdjük, és látom, hogy dátumozva is van. Most hirtelen 1974, amit így be tudok lőni, hogy talán ez a legrégebbi. 73-as is van, 70-es, 69-es. Igen. A keresztény tanításunk egyik alappillére Jézus Krisztus születése, karácsonynak a szent ünnepe. Ez a vallásos bélyegekben a legnagyobb kínálat, kigyűjtetetlen témakör szintén, egy nagyon sok tabló van föltéve. A kiállításra főleg más kontinensebb bélyegeit hoztam el, Európából nagyon keveset. Országos szerint, kontinensek szerint van berendezve, sőt éppen megjegyzettően ezt a 74-es bélyeget, majd aztán visszatérünk fel erre a bélyegre. Nagyon jól kiszúrt ezt az országot, ez a Penrén, ez egy csendes óceáni szigetország, nagyon izgalmas, alig 600 fő a lakossága, és látjuk azt, hogy milyen gyönyörű bélyegei vannak. Kimondhatjuk azt, hogy a pápa ahány országban járt, ott mindig kiadtak egy bélyeg sorozatot ezzel kapcsolatosan, vagy véletlen akadt rá a bélyegekre? Ami a János Pálnak az utazásért, hogyha beszélünk, amelyik országban megfordul a Szent Atya, bármelyik Szent Atya, akár Benedek pápa, Ferenc pápa, és a János pápa, majd rá fogunk térni majd erre a témakörre is, a Vatikán mindig kiad egy bélyeget arról az országról, és ezt meg is örökítik mindig a következő évben. Nagyon kíváncsian várom, hogy a Szent Atya mostani látogatása Erdélyben, jövőben 2020-ban milyen bélyeget fognak kiadni, ne talán ez a somjói szuzanyák rajta lesz-e, vagy Erdélynek valamilyen szimbólum, vagy csak a bukaresti katedrális lesz rajta. Kíváncsian meg kell várni ezt a jövő évet, hogy most erről a látogatásról milyen bélyeg fog születni, de rátérünk erre egy kicsit később, hogy odaérünk majd a kívánatéva János Pálapával utazásai is. Rendben van, tehát akkor ha jól értettem, akkor nagyjából sorrendben vannak a bélyegek, és a legutolsó lesz majd végül Ferenc pápa. Akkor egy kicsit sétálhatunk is közben. Itt látom, hogy karácsonyi kiadás 82-ből Szamoából például erről, mit le, vagy Bahamákról. Melyik az, amit úgy jobban kiemelni, vagy valami különleges története kapcsolódik hozzá? Ezek a bélyegek, ugye látjuk, ezt mind... Ez egyéni munka. Tehát számomra nagyon sokat jelentenek, hogy ez nagyon sok éjszakai munkát vett igénybe. Mondottam azt, hogy ugye 4 gyerekes édesapaként bélyeget csipesszel fogni, betenni szépen üveg mögé, gyerekekkel, kisgyerekekkel, ez meg az ajánlatos foglalatosság. Úgyhogy nagyon sok éjszaka és elmékedés, imádság van mögötte. Úgy minden bélyegre úgy rákerestem. Nyilván katalógus szerint van a berendezve, tehát ez egy akár bármilyen bélyeg szakember előtt megállja a helyét ez a fajta gyűjtemény, hiszen posadista bélyegekről beszélünk, teljes sorozatokról beszélünk, a bélyegeknek semmilyen fajta hibájuk nincsen, tehát teljesen megfelel mindenféle standardnak.
És nyilván rákerestem a különböző országokra is, ahonnan vannak ezek a bélyegek, és nagyon jó kis sztorik jöttek ki ezekből, hogy mostán, mit tudom én, valamelyik muszlim országban hogyan megy feleségű az ifjú hölgy a férjéhez, ott a tehenekkel, ott az ifjú ember az apukával alkudoznak. Nyilván a tehén az nem a lánynak az árát képviseli, hanem arról van szó, hogy a fiú, mint egy adományként a szülőnek visz néhány tehenet, hogy a lányt fölnevelik az ő számára. Tehát akkor nem csak szakrális témák jelennek meg ezeken a bélyegeken? Ez csak szakrális témák, hanem amit én kutattam utánuk a különböző országokról, az voltak érdekes történetek alakultak ki ezekből. Van bizonyos leírások, vannak a bélyegek alatt, ez azt jelenti, hogy minden országból kiírtam én azt, hogy mennyi a lakossága az adott országnak, abból mennyi a keresztény ember, és abból mennyi a katolikus. És lehet tudni ezekről a statisztikákról bővebben? Igen, ezek le vannak írva, és éppen ezért mondtam, hogy jönnek ilyen érdekes dolgok, hogy akár egy csendes-óceáni sziget van 200 fő lakosság, van 60 fő van, de önálló országként működik, és gyönyörű bélyegei vannak. Ezért fontos ez a leírás, vagy például vannak olyan bélyegek, ahol nincsen kereszténység az országban, mondjuk Bhutánban, nincsenek keresztények, de gyönyörű bélyegei vannak. Nyilván Jézus, mint prófétát ábrázolják, nem mint Isten fiát, vagy egy katolikus ember megfogalmazná, de ezek mind ilyen érdekességek. A beszélgetés előtt egyébként tudom, hogy találkozott pár év a kolléganőmmel, akinek az édesapja szintén óriási nagy gyűjtő, úgyhogy biztos egy kicsi eszmecsere is volt, és önök világosítottak föl, hogy nem szabad egy bélyeggyűjtőtől megkérdezni, hogy mekkora a kollekciója, miért nem szabad? Ez egy érdekes tabu téma. Nem beszélnek róla a bélyegeket, hogy kinek mennyi bélyege van, melyik a legértékesebb bélyege. Egy biztos, ha valakinek nagyon drága bélyegei vannak, azt nem otthon tartja. Ez teljesen egyértelmű. Valamelyik bankba, valami fiókba bezárva. Vannak nagyon-nagyon értékes bélyegek. Tehát amit beszélünk itt, akár milliós tételekről is tudunk beszélni pénzben. Itt nincsenek ilyenek kirakva. Ez is egy érdekes gyűjtemény, nem mondok most arra, hogy valaki jön és leszerelje innen, mert azért eléggé fájlalnám ezt a dolgot. Tehát erről úgy nem beszélnek. A lényeg az, hogy a bélyeggyűjtők, aki szakmailag foglalkozik vele, mindenki az egy adott témát, vagy adott országot, amit kigyűjt. Az én tematikám az a Vatikán. Tehát a modern Vatikán 1929-től datálják észnapjainkig, és ezt próbálom kigyűjteni, tehát folyamatosan, tehát minden sorozatnak kiad a Vatikán, abból nekem egy például az meg kell legyen. És ugye vallásos tematikára ez is belefér, és hogy olyan része egy kiállítás ebből, jöttek hozzá a többi vallásos tematika, karácsony, húsvét, majd így fogunk ezeken majd aztán menni, hogy de a Vatikán az, amit én gyűjtök. Tehát jönnek hozzám emberek, hogy most van ez a bélyegem, az a bélyegem. Én szívesen felértékelem, vagy elmondom, ennek ennyi az ára, vagy nem ér semmit, vagy hagyja oda a gyerekének emlékbe, forgalkozza a gyerek, hogy lásson a bélyeget. Mert ma már másképp alakul a bélyegpiac. Régebb volt a bélyegklubok, a kommunizmusban ezek nagyon jól működtek, oda mentek az emberek, adtak, vettek, cseréltek. Hente kétszer-háromszor találkoztak. Ma már ez nem működik ennyire jól. Ez nagyjából online működik, bélyegboltban nagyon kevés van már. De most voltam Madridban nemrég, és mondták, hogy ott minden vasárnap van még mindig bélyegpiac. Úgyhogy vissza kell oda mennem Madridba, még egy vasárnap délután valamikor. Milyen jól hangzik, és amíg átsétálunk a következő falhoz, a következő tárlatanyaghoz, addig meg is kérdezném, hogy azon felül, hogy bélyegpiacokra jár, hogyan lehet hozzájutni ezekhez a munkákhoz? Elég sokat utazom, én főleg Európában, mindenhol keresem a bélyegboltokat, ahol tehetem, és mindig hozom magammal a bélyeget, főleg Rómából, Vatikánból szoktam hozni a bélyeget, de online, tehát az, ami felület, tehát interneten való vásárlás, ez ami a legjobban működik. És akkor gondolom, hogy találkozik hasonszőrűekkel is, másnak is van hasonló tematikája, tehát a pápákhoz kapcsolódó bélyeg kollekciókat gyűjtenek? Utána néztem ennek a dolognak, és Erdélyben ilyen gyűjtemény biztosan nem létezik. Magyarországon, valamikor a 90-es évek elején olvastam egy győri egyházmegyes idős papbácsiról, hogy neki lett volna a János Pálnak utazásairól valami hasonló kiállítása, de gondolom szerintem az atya már nem él, mert már akkor idős volt, amikor volt ez a kiállítása. Tehát Magyarországon sem tudok ilyen bélyeg gyűjteményről, ilyen formában. Nagyon sok ember gyűjt bélyeget, és nagyon soknak van bélyege,
ha írt hozzá, ha nem írt hozzá, örökölte nagyszülőktől. Vannak, de ilyen formában így összegyűjtve, vagy most látjuk ezen a kiadáson, nincsen teljesen bizonyosság a környékünkön. Olaszországban tudok egy jezsuita papról, akinek van hasonló tematikája, talán Miskolcon volt neki ez évek ezelőtti kiállítása, nem tudom arra elmenni, de máshol nem tudok, hogy így ebben a formában lenne valakinek. Manapság egyébként a technika már országokon átível, találkoznak esetleg közösségi portálokon, és hasonló kérdések érdeklik mondjuk azokat, akik hasonló tematikában gyűjtenek bélyeget, hogy milyen kérdések merülhetnek fel ilyenkor? Nagyon érdekes, mert azt mondják, hogy a Vatikán, mint ország nem sokra becsülik. Mert azt mondják, hogy a Vatikánnak nincsenek drága bélyegei. Van benne bizonyosság, viszont tudok mutatni olyan bélyeget, aminek van 30.000 eurós értéke katalógus áron, azért 30.000 euró az nem kevés pénz. De odaérkezünk majd ehhez a dologhoz is, oda fogunk írni, hogy miért érne az a bélyeg olyan sokat. Tehát a Vatikán az nem egy olyan külön kedvenc ország, itt mondhatom, vannak ennél sokkal drága bélyegek más országokból, viszont a mostani bélyeg, már euróba beszélünk, a mostani bélyeg árakról, igencsak magas árak vannak. Elcsinálhatunk a következőig egyébként, és addig nyugodtan elmondhatja, hogy mi különbözteti meg a bélyeget az értéke szerint, a ritkasága például, vagy mitől lehet még különálló egy-egy bélyeg? Minden bélyeg, amit a világon kiadnak, aznak az értéke meg van határozva a bizonyos katalógusokban. És a katalógus az leírja, hogy ebben az évben adták ki ezt a bélyeget, ezzel a sorszámmal, ennyi az értéke a postatisztán, ennyi az értéke, ha le van pecsételve, van neki más értéke, hogyha van benne valami pecsét hiba például. És itt van ez a sorozat például, ezt, ha megnézzük ezt a sorozatot, nagyon izgalmas sorozatról beszélünk, mert ez az a bélyegről beszéltem, tehát felügynyomatos bélyegről beszélünk, és a felügynyomat ugye nyomdával készül, és az is lehet, hogy a nyomdában valami festékhiba történik. És ha valamelyik vonal a felülnyomatból, vagy vékonyabb, vagy vastagabb, vagy valamelyik szám kisebbre sikerül, vagy a távolság nem ugye a katalógus leírja, és az értéke rögtön megnövekszik. Tehát ez van az a bér, ami 30.000 eurót érne, hogyha valamelyik vonalban hiba volna. Hát sokat néztem nagyítóval ezt a béret. Ez a vatikáni rész, ami teljesen ki van dolgozva egészen napjainkig, nagyon érdekes. Tehát itt van a 2000 éves katolikus egyház történelmünk, felvonatkozó, tehát évfordulók, pápaválasztások, bármilyen esemény, szentiavatások, Pio atyáról bélyeg, de ugyanakkor, ha egy nagyon-nagyon picit még visszajövünk ide ehhez a bélyeghez, ezek is érdekesek, nem menjünk el mellette, mert ez rólunk szól, magyarokról. Nézzék meg közelebbről, ott van a magyarok nagyasszonya, és ott van Szent István király. 1971-ben ünnepelte a magyar Szent István király halálának az 1000 éves évfordulóját, és ott van a bélyeg róla. Tehát a Vatikán megemlékezik, ha valamelyik országban, például Lengyelország, vagy valami más ország évfordulót ünnepel, akár Magyarország, kiad róla egy bélyeget. De ha jól értettem, a beszélgetésünk elején mindig a látogatás után adják ki ezeket. Igen, a bélyegeket. Ez volt a egyház történelmi rész. És most érkezünk el II. János Pál pápa bélyegeihez, és itt található mindaz a 104 külföldi utazása a Szentatyának. Ő 134 független államban járt a 104 utazás kapcsán, és ezeket mind sorba kiadták, minden bélyeg, azért van megszámozva és betűvel is leírva, hogy le lehet követni a leírásról, hogy éppen melyik országban volt. És mutatnám is, ugye tudjuk azt, hogy a Szentatya járt Magyarországon két alkalommal. 91-ben itt található szép magyar zászlóval a bélyeg, amikor 91-ben járt Magyarországon, és egy kicsivel lejjebb itt a koronával, amikor 96-ban volt Magyarországon. Megvan a romániai bélyeg is, megvan, az itt található ebben a sorozatban, volt Romániában. Tudjuk azt, hogy ugye akkor Bukarestből nem engedték a politikai dolgok miatt, hogy átjön hozzánk Erdélybe, magyarokhoz. Nem volt kicsit sértődve, de nem igazán, megvan ennek mindenféle oka, most hosszú volna ebbe belemenni. Lényeg az, hogy a Szentatya megígérte volt, hogy el fog jönni Erdélyben egy pápa hozzánk, és az ígéretet ezt János pápa, Ferenc pápa fogja most teljesíteni most a holnapi nap. A különböző országok, ugye, ahol a Szentatya megjelent, a Vatikán kiadja a hivatalos bélyeget róla, de mindegyik ország, ahol ugye a Szentatya megfordult, az kiadja szinte egy emlékbélyeget, és Türkmenisztán, vagy Tadzsikisztán, lehet Venezuela, lehet sorolni a sok bélyeget, amit ugye, ahol megfordult a Szentatya. Mennek hozzá hírességek.
például Diana Helsednő sokanak a kedvencje, itt volt a Szent Tatyana látogatásban, gyönyörű bélyeg, egy afrikai állam adta ki a bélyeget, de nyilván a Vatikánban történt ez a találkozás. Igen, látom, hogy ez a Niger köztársaság adta ki ezt a levelet, és akkor lassan elérkezünk a Ferenc pápához a mostani látogatás kapcsán, illetve emellett található a bélyeggyűjtő kedvence címet viselő válogatás. Erről egy kicsit tudna bővebben mesélni ezekről, te természetesen Ferenc pápáról is, és illetve azért arról, hogy miért, milyen tematika mentén választja ki a kedvenceit. Igen, említettem már a beszélő bélyegek címszót. Nagyon izgalmas ez a tabló. Erről szoktam legtöbbet beszélni, amikor tartok hosszabban beszédeket, mert, mint mondottam, van egy Bután nevű ország, látjuk, hogy Jézus, mint prófétát ábrázolják, gyönyörű bélyeg, nincs kereszténység abban az országban, és mégis milyen bélyeget adnak ki, vagy akár egy színváltos bélyegről beszélünk, különböző megtérés évére adták volt ki jubileumi évben, és ha szemszögben nézzük, akkor aranyozott a bélyeg, másért meg pedig fekete színben mutatkozik, vagy a rózsafűzér titkai, ugyanis a 15-ban nincsen 20, mert amikor még kiadták ezt a bélyeg sorozatot, meg mondják hivatalos a világosság, rózsafűzér titkai, de például ez a sorozat itt van Afrikában, amit kiadtak, világ egyik legszegényebb országa. És kiadnak egy olyan bélyeget, hogy Jézus az élő kenyér. Számomra ez megdöbbentő, ahol naponta éhen vannak emberek, és azt mondja Jézus, hogy gyertek hozzám, én szeretlek titeket, gyertek hozzám. És akkor én vagyok az élő kenyér. Megdöbbentő. Meg itt van a leghíresebb ikon, Szent Háromság ikon, Atya, Fiú és Szentlélek, amit ottan együtt italozgatnak. Ennek nagyon sok mély lelki vonatkozásai vannak. Ennek különböző tudósok, igen, úgy értem, hogy különböző gondolatokat láthatnak bele. Igen, mindenképp. Meg hát a fügefa megátkozása, különböző evangéliumi jelenetek, de akár az egyszerű San Marino-i bélyeg, amilyen színeiben mutatja a karácsonyi bélyeget, nem hagytam volna ki semmiképpen se a kiállításból, mert gyönyörű ábrázolása a karácsonynak. Én úgy gondolom, hogy ez egy szenvedély. Lehet ennek valaha vége, vagy amíg a Szent Atya utazik, és adnak ki ezzel kapcsolatosan bélyegeket, akkor soha nem pihenhet egy gyűjtő? Igen, hát négy gyerekes rállapok, akik azért meg kell gondolnom, hogy azért mennyi bélyeget veszek, mert nagyon nagy kínálat, és óriási pénzet, vagy olyan, óriási pénzet, tehát hogyha arra gondolom, most egy darab bélyeg kerül 30 euróba, 40 euróba, azért összegyűl. Nagyon meg kell válogatni az ember, mit vesz meg, ezért mondtam, én gyűjtöm a Vatikánt, azt próbálom kigyűjteni teljesen, mert attól lesz értékes maga a gyűjtemény, ha az teljes, nem jelzi belőle semmi. És emellett vallásos tematikában még belekerülhet nagyon sok minden. Karácsonyi bélyeget, húsvéti bélyeget minden ország kiad minden évben. A gyerekeket egyébként sikerült megfertőzni ezzel a szenvedéllyel? Ajaj, igen, a négy gyerekből a két nagyobb már versengenek, hogy apa, mikor aztán bélyeget nekünk, de mindig jut nekik is bélyeg. És akkor el is érkeztünk a mostani kiállítás apropójához, és Ferenc pápáról láthatunk egy nagyon szép kis gyűjteményt. Mit kell erről tudni? Amikor a Szent Atyát megválasztották, akkor kiadták a legelső bélyesorozatot róla, az itt található. Ez az első négy bélyeg, ami Ferenc pápát ábrázolja. Ugyanakkor ezt a Vatikán adta ki, és ugyanezt a négy bélyeget kiadja Argentina is, ugye, mert Argentina Buenos Aires szülötte. Továbbá már neki is ugye vannak utazásai, látjuk, ez egy gyönyörű bélyeg. Mi mondtam, hogy mindig a közöző éve adják ki a bélyeget, hogy merre járt a Szent Atya. Olvashatjuk, hogy 2015-ben merre járt a Szent Atya. 16-ban adták ki a bélyeget, visszanézik erre az évre. Hogy akár ünnepelt a 80-as születésnapját, az a bélyeg is itt található. És tudjuk azt, hogy Ferenc pápa, akár csak II. János pápa is, aki bevezette az ifjúsági világtalálkozókat, Ferenc pápa is nagyon szívesen elmegy az ilyen helyekre, és itt található a bélyeg, amikor elment a krakói ifjúsági világtalálkozóra, vagy a szentföldi zarándoklata. Tehát mindenről adnak ki bélyeget róla is. Jó eladható pápa, mondjuk egy idézőjelben, bélyegen is jól mutat, élőben is. Tavaly háromszor voltam a Vatikánban, úgyhogy háromszor is láthattam. Alig várom volna megint lássam, és be kell mondani, hogy Bencsorna, ahogy ő szóta mondani, hogy Cari Fratelli, szóval ellé.
Egyébként ezt az a katolikus televízió nézői is láthatják élőben június 1-éről a pápa látogatást, és aztán 2020-ban majd a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszuson kíváncsian várjuk, hogy milyen bélyeget fognak a 19-es látogatásról kiadni. Nagyon szépen köszönöm, hogy minket körbevezetett ennyire interaktívan, és biztatjuk a nézőket, hogyha erre járnak, zarándokolnak, akkor még egy darabig a Csíkszeredai megyeházán meg tudják nézni ezt a kiállítást. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és drukkolok, hogy tudtam, hogy a Szentatyát meghívták a kongresszusra jövő évben is, hát ha Magyarországon is fogunk találkozni a Szentatyával újra, és még hát ha megint bélyegeken keresztül is. Köszönöm szépen.